1,9 millió embert érint a kormány személyi jövedelmadó visszatérítésére vonatkozó bejelentése. A karcagi családok is örülnek a kormány döntésének. Az adóhatóság már dolgozik az adó visszatérítések kiutalásán. Javában tartanak a személyi jövedelemadó visszatérítések kifizetéséhez kapcsolódó munkák az informatikai rendszerek felkészítésével. Minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó visszatérítés. Én személy szerint nagyon örülök neki, szerintem azért nem csak nekünk, hanem ugye nagyon sok családnak nyújt segítséget. Azért több százezer forintról van szó, úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez nagyon jó dolog. Hát mi jelenleg házfelújításban vagyunk, és mint tudjuk, az anyagköltségek az egekbe vannak, úgyhogy lesz helye lesz hová költenünk. Ha valaki úgynevezett összevontan adózó jövedelemből szerez idén bevételt, az utána befizetett személy jövedelemadót visszakapja. Ilyen például a munkaviszony vagy a megbízás alapján végzett munka. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, vagyis az ECHO szerint adózó közterhéből 9,5 számít esziának, ők azt kapják vissza. Azok pedig, akik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, azaz a katát alkalmazzák, a befizetett tételes adó negyedére számíthatnak. A NAV-nak a honlapján ö, állítólag, meg hogy fent van, hogy február 15-ig ki fogják utalni, és hogy nem kell semmit kitölteni, meg semmi nyilatkozatot nem kell benyújtani hozzájuk. Ők február 15-ig kiutalják, aki jogosult rá. Kitértek arra, hogy azoknak az érintetteknek nincs teendőjük, akiknek az adóhivatal ismeri a belföldi bankszámlaszámát, postai címét a családi pótlék fogyósítási adataiból. A nekik járó összeget ők február 15-ig automatikusan megkapják. Más a helyzet az egyéni vállalkozóknál, az őstermelőknél és azoknál, akik maguk fizetik be az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után az adót. Ők a bevallásukban kérhetik a visszatérítést, vagyis az ügymenet ebben az esetben nem automatikus. A katások és azok, akiknek a kiutaláshoz szükséges adatait nem ismeri a NAV, az év végéig nyilatkozatot tehetnek. A visszadó jelzésű nyomtatványt október 31-től december 31-ig elektronikusan vagy papíron kitölteni és benyújtani kell. Aki december 31-ig nyilatkozik, február 15-ig készhez kapja a visszatérítést. Ha valaki lekési a határidőt, a személyi jövedelemadó bevallásban vehet igénybe a visszatérítést. Ezt legkönnyebben az adóhivatal által összeállított bevallási tervezet módosításával lehet megtenni. A visszatérítést a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban 2022. március 1-én utalja ki.